Sziasztok! Mivel vége van az októbernek, így a mai videóban természetesen az október havi kedvenceimet szeretném megmutatni nektek. Én nem szoktam azon lamentálni a havi kedvences videóim elején, hogy milyen gyorsan eltelt ez a hónap, de most meg fogom tenni, mert nem csak az október telt el baromi gyorsan, hanem azt veszem észre, hogy gyakorlatilag a 2014-es évnek lassan vége van, és hihetetlen, hogy alig két hónap, és itt a karácsony, és mindjárt 2015 van, és én csak nézek az idő után, hogy hova tűnt, de mindegy, ebből elég volt ennyi, jöjjenek az októberi kedvenceim. Először is két hajápoló terméket szeretnék mutatni nektek, ezekből azért általában ritkában szokott lenni kedvences videóban. Ezek a Schwarzkopf Professional Bonacure Hair Therapy termékcsalád tagjai, abból is az Oil Miracle rózsaolajas termékek, az egyik az egy olaj, a másik pedig egy sampon. Damaszkuszi rózsát és vadrózsaolajat tartalmaznak, és nem csak a hajat ápolják, hanem a fejbőrt is. Ezekkel én az októberi Pixi Boxban ismerkedhettem meg, ugyanis ez a rózsaolaj teljes kiszerelésben volt benne az én dobozomban. A samponból pedig egy pici flakonnal volt benne, körülbelül ekkora volt, és kettő hajmosásra volt elegendő, de az alapján én megtapasztalhattam azt, hogy ez a sampon, amit tesz az én kicsit száraz, töredezett hajammal, az egyszerűen csoda. A tapintást és megfelelő hidratálást biztosít a haj és a fejbőr számára, simább felületévé és fényesebbé teszi a hajat, anélkül, hogy elnehezítené azt. Ez egy viszonylag sűrű állagú, már-már ilyen zselé-szerű sampon, úgyhogy kevés is elég belőle a hajmosáshoz, de az való igaz, hogy annyira puha volt egyszerűen utána a hajam, hogy ilyet még sampon nekem nem csinált a hajammal, úgyhogy amikor elhasználtam azt a picike flakont, ami volt a Pixi Boxban, én már tudtam, hogy ez a sampon egyszerűen kell nekem, mert egy csoda. Egyébként a Schwarzkopf professional termékeket, azokat ilyen fodrászszalonokban vagy fodrászkellékes boltokban tudjátok megvásárolni, tehát ezek professzionális termékek, úgyhogy drogériákban nem jutok hozzájuk. Azt tudom, hogy Budapesten a 9. kerületben a Közraktár utcában van egy ilyen Schwarzkopf professional szalon, ahol biztos, hogy lehet kapni ezeket a termékeket. És akkor utána én még használtam természetesen a hozzátartozó olajat is. Ennek egyébként ilyen a kis dobozkája. Ezt többféleképpen lehet használni, mert hogy lehet akár fejmasszázshoz is használni, vagy lehet nedves hajon hajszárítás előtt, vagy pedig hajszárítás, illetve hajformázás után egy ilyen utolsó ápoló, befejező lépésként is fel lehet vinni a hajra. Nem kell belőle sokat használni, tehát nagyon kevés is elég, viszont ez is nagyon szépen puhítja a hajat, fényes lesz tőle. Amit mindkét termékről el tudok mondani, az az, hogy elképesztően finom rózsaillata van, valami elbűvölő, tényleg nem tudok rá más mondani, nagyon-nagyon finom az illata, amikor ezzel a samponnal hajat mosok, az olyan, mintha egy ilyen rózsakertben mászkálnék közben. Sajnos ez az illat egyébként nem tart ki sokáig, ez a két termék most nálam a top hajápoló termék. Ha pedig kíváncsiak vagytok rá, hogy mi volt még az októberi Pixi Boxban, akkor a blogbejegyzésnek a linkjét megtaláljátok a videó alatt. És akkor jöjjenek a sminkek, először két szájra való termék. Az egyiket picit talán így randomnak mondanám, mert hogy ez egy Cherry Culture ajakápoló, mégpedig banános ajakápoló. Néhány hónappal ezelőtt rendeltem a Cherry Culture weboldalról néhány sminket, benne is volt valamelyik ilyen szerzeményes videómban, és a megrendelés mellé ingyen választhattam egy ilyen gyümölcsös Cherry Culture ajakápoló balzsamot. Nem is foglalkoztam vele, mert úgy voltam, hogy jó, hát ez egy ilyen egyszerű gyümölcsös ajakápoló, gondolom sok mindent nem csinál a számmal azon kívül, hogy nagyon finom banános illata van, és így félredobtam. Aztán néhány héttel ezelőtt elkezdtem használni, és óriási meglepetésemre nagyon jó ez az ajakápoló. Nagyon jól hidratálja az ajkaimat, még akkor is, amikor nagyon szárazak vagy nagyon cserepesek, és hát persze finom banánillata van, ami azért nem mellékes. Cherry Culture-nek a weboldaláról lehet egyébként ezeket is rendelni, többféle gyümölcsös ízben kapható. Nagyon kellemes meglepetés volt ez a kis ajakápoló balzsam, elmúlt hetekben csak ezt használtam. A
következő kedvencem az egy Catrice rúzs, mégpedig az Ultimate Stay ajak rúzs a 05-ös Move Your Lips árnyalatban. Ehhez a Catrice 2 méteres állványának a sajtótájékoztatóján jutottam hozzá, és ezt a rúst csak a 2 méteres állványán rendelkező Müller üzletekben találjátok meg, amiből egyébként 4 van jelenleg Magyarországon, 2 Budapesten, 2 pedig vidéken. Azért lett nagy kedvencem ez a rúzs, mert hogy olyan igazi, természetes nude árnyalat, ezeket ugye nem mindenki szereti egyébként, de láthatjátok, hogy ilyen nagyon szép, kicsit májvás, kicsit barnás színe van, és ez nagyon hasonlít az én ajkaimnak a természetes színéhez. Nekem egy picit talán sötétebb és pigmentáltabb ajkaim vannak, úgyhogy nekem ez a szín a tökéletes nude rúzs. Most is egyébként ez van rajtam, csak van fölötte egy szájfény, mert hogy ennek ilyen matt, vagy picit talán szatén finise van. Nagyon krémes az állaga, nagyon szépen pigmentált, nagyon jó érzés egyébként hordani az ajkakon, tényleg nagyon kellemes viselet. Hát a tartósága az nem Ultimate Stay, tehát nincs fönn sajnos órákon keresztül, de hogyha vigyáz rá az ember, akkor körülbelül egy ilyen 4-5 órát egyébként kibírhat, nyilván, hogyha eszik-iszik, akkor azért már más a helyzet. Írtam egyébként erről is a blogon, ahol láthattok róla közeli swatchot is, meg egy picit részletesebb tesztet. Ha jól emlékszem, ezen kívül még 2 árnyalatban kapható, és nagyjából ilyen 1000-1500 forintba kerül. És akkor ha már a Catrice-nél jártunk, akkor jöjjön még egy új Catrice termék, amit szintén a 2 méteres állvány sajtótájékoztatóján kaptam. Ez a Catrice Illuminating Blush pirosító. Ez is sajnos csak a 2 méteres Catrice állvánnyal rendelkező Müller üzletekben kapható. Ez a 020-as Coral Me Maybe árnyalat. Ilyen érdekes gyémánt bordázott felülete van a pirosítónak, tehát nem az a sima felület, hanem kicsit azért így talán exkluzívabb a dolog. Egy ilyen korallos, barackos, rózsaszínes árnyalat, ami nagyon szép fényt is ad az arcnak, tehát ez ad egy egészséges csillogást is. Nem az a hiperpigmentált pirosító, tehát nem az van, hogy az ember épp, hogy beleérinti az ecsetét, és már felvesz egy csomó festéket, és már bohócpirt rajzol gyakorlatilag vele. Ez emiatt szerintem tökéletes kezdőknek, ugyanis ezzel nehéz túlzásokba esni, viszont szépen építhető a szín a kívánt intenzitás eléréséig. Nagyon kellemes színt és ragyogást ad a bőrnek. Talán, hogyha minden igaz, akkor ez is 3 árnyalatban kapható, és ez is körülbelül ilyen 1500 forintba kerül, de swatchot és tesztet olvashattok róla a blogom. A következő terméket sajnos nem lehet kapni nálunk, de azért szeretném megmutatni nektek, mert hogy biztos vagyok benne, hogy valamilyen külföldi webshopból lehet hozzánk is rendelni. Ez a Maybelline Instant Age Effect korrektor, amit azok szerintem biztosan ismernek, akik követnek külföldi ilyen beauty vloggereket, ugyanis elég sokaknál feltűnt már ez a korrektor, és sokaknál kedvenc is lett, hát nem különben van ez nálam is. Nekem ez az egyik kedves olvasón vette Bécsben, úgyhogy ennek ilyen nagyon érdekes kis szivacsos feje van, egy ilyen kis golyószerű valami, ami hát valljuk be nem a leghigiénikusabb megoldás a korrektor felvitelére, de megbocsátom neki, mert hogy amúgy tényleg nagyon jó termékről van szó. Ez főként a szem alatti rész világosítására szolgál, illetve ugye elvileg valamiféle öregedésgátló hatása is van. Én ezt még annyira nem vettem észre, de ettől függetlenül nagyon szeretem, mert hogy nagyon szépen kivilágosítja a szem alatti részt, anélkül, hogy beleülne a ráncokba, vagy ilyen furcsa, grézes, nehéz állagú korrektor lenne. Szóval tökéletesen el lehet ott dolgozni. Ez egy ilyen tekerős, tehát tekerni kell, és akkor jön itt a kis fején a termék. Na most, az első használat előtt körülbelül nem tudom, hányat tekertem rajta, mire végre jött belőle valami, már kezdtem azt hinni, hogy elromlott, vagy selejtes, vagy valami hasonló. Hát szerencsére nem az, csak picit türelmesebbnek kellett volna lennem. Akinek esetleg vannak itt karikák, táskák a szeme alatt, vagy kis ráncocskák, annak érdemes kipróbálni. Ja, és ez egyébként a 03-as Fair árnyalat, ha valakit érdekel. A végére maradt 2 L'Oréal termék, az egyik az egy régebbi, a másik pedig új. A régebbi az a L'Oréal Lumi Magic
alapozó, ami egyáltalán nem új szerzemény nálam, már viszonylag régóta ott figyelt a fiókomban, csak a Trumex alapozót használtam már elég régóta, viszont az most elfogyott és nem vettem belőle újabbat, de eszembe jutott, hogy ott van a fiókban a Lumi Magic, amit én nagyon szerettem, mert nagyon hasonló egyébként a L'Oréal Trumex alapozóhoz. Ez a C2-es Rose Porcelain árnyalat, ez egy viszonylag könnyű állagú alapozó, de ennek ellenére egészen jól fed, és ez egy ilyen egészséges ragyogást adó alapozó. Szóval akinek mondjuk zsíros a bőre, annak szerintem nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb választás, hiszen nekik eleve ugye csillog már a bőrük a természetéből adódóan. De ezért ne gondoljátok azt, hogy egy ilyen csillogó diszkó vagy fénylő gömb lesz az arcotokból, de tényleg van egy ilyen egészséges ragyogása és fénye tőle a bőrnek, amit én különösen ebben az őszi-téli időben nagyon szeretek, mert hogy ilyenkor azért szárazabb szokott lenni az arcbőröm, és kicsit talán úgy fakóbb is, úgyhogy jól jön neki egy ilyen kis plusz ragyogás. Nagyon szeretem ezt az alapozót, nagyon örülök, hogy előkerült a fiókom mélyéről, mert most biztos vagyok benne, hogy el fogom használni az egész üveggel. Aztán majd meglátom, hogy a Trumex-et veszem újból, vagy pedig ezt, mert a kettő nekem nagyon hasonló egyébként. És végül az utolsó kedvencem az a L'Oréal Brow Artist Plumper, ami egy szemöldök formázó termék, ez egy új termék, ehhez a L'Oréal blogger déjjel jutottam hozzá. És megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ez kapható-e már az üzletekben, pontosan hol kapható, és hány árnyalatban, és tényleg nem tudom, sajnos ne haragudjatok, de szerintem kell, hogy már legyen. Az enyém az a medium per dark árnyalat, tehát ez egy sötétebb, úgyhogy gondolom, hogy van belőle egy világosabb árnyalat is, és ennek ilyen kis icipicike keféje van, amit láthatjátok, de ez pont tökéletes méret szerintem a szemöldök formázásához. És amit most nem fogtok látni, az az, hogy a keféjén ilyen icike kis picike mikroszálak vannak, ami azért jó, mert egyrészt ugye színe van, tehát színezi is a szemöldököt, másrészt ezeknek a kis mikroszálaskáknak köszönhetően teltebbé is varázsolja, illetve a helyén is tartja a szálakat, tehát érezhetően fixálja a szemöldököt. Szerintem egy nagyon picit talán túl sok festéket is vesz fel, úgyhogy én úgy szoktam csinálni, hogy miután ezzel ugye átfésültem a szemöldökömet, utána még átmegyek rajta egy ilyen szimpla festék nélküli szemöldök kefével, hogy lehúzzam a felesleges festéket, de egyébként szerintem tökéletes, tehát tényleg minden, ami benne kell, hogy legyen egy ilyen kis szemöldök formázó termékben, az szerintem ebben benne van. Valószínűleg az ára, az szerintem nem biztos, hogy a legolcsóbb, azért a L'Oréal termékek ugye drogériás viszonylatban általában magasabb árkategóriába tartoznak, de hogyha valaki keres egy igazán jó szemöldök formázó terméket, akkor érdemes erre a Brow Artist Plumperre vetni egy pillantást. Ezek voltak az én októberi kedvenceim, illetve van még egy kedvencem, pontosan kedvenceim, ezek ti vagytok, ugyanis néhány héttel ezelőtt itt a YouTube csatornán elértük a 7000 feliratkozót, 7000, ami nekem nagyon sok. Tudom, hogy vannak, akiknek ennél sokkal több feliratkozója van, de nekem már ez a szám is óriási örömöt és boldogságot jelent. Minden egyes új feliratkozónak ugyanúgy örülök még mindig, mint az elején, és nem tudom nektek elmondani, hogy mekkora örömöt jelent, amikor egy ilyen mérföldkőhöz érünk, hogy egy ilyen kerek számot elérünk. Úgyhogy nagyon köszönöm nektek, hogy itt vagytok velem és néztek. Bízom benne, hogy hasznosnak találjátok a videóimat, és hogy találtok benne olyan dolgokat, amiket hasznosítani tudtok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el megnyomni a tetszik gombot, illetve kommentben várom tőletek, hogy mik voltak a ti október havi kedvenceitek, mivel ezeket mindig nagyon szívesen böngészgetem, és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!